Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes. Nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm Önöket. Január 11-e, kedd reggel van, 7 óra 6 perc. Varga Krisztián szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Nagy mértékű volt az áremelkedés az építőiparban, és persze hatalmas a munkaerőhiány is. Nagy kérdés, hogy milyen évre számíthat az iparág, mindjárt ezzel a témával kezdünk. Rendbe kellene tenni a menekült kérdés alapvitáját, ezt írta a Facebook oldalán Gyurcsány Ferenc, hogy mit értett pontosan ez alatt, erről is beszélgetünk majd, meg arról is, hogy Gattyán György egy nyílt levelet írt, és ebben azt fogalmazta meg az ellenzéki pártokhoz, hogy szeretne tárgyalni velük. Vadai Ágnes kérdezem majd erről a témáról. Aztán arról is beszélgetünk, hogy lesznek-e megszorítások, vagy hogyan alakulnak a gazdasági kilátások. Erről majd a Jobbik politikusával, Magyar Zoltánnal beszélgetünk. Aztán itt lesz Kanász Nagy Máté is, az LMP politikusa. Vele folytatjuk aktuális kampányügyek mellett, természetesen légszennyezettségről is szó lesz, az ellenzéki pártok környezetvédelmi programjáról is kérdezem majd, és aztán utána természetesen kampány kérdésekkel folytatjuk. Nagy kérdés ugyanis, hogy idejében felpörgötte az ellenzék, meg lehet-e például a 200 000 aláírás, vagy mennyire rántja össze a Fidesz híveket, mondjuk egy közös kampányfinanszírozás, úgyhogy sok-sok kérdés, erről pedig majd Miketz Dániel, a Republikon Intézet vezető kutatójával beszélgetek. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Az építőipari drágulás nem csak az építkezni vágyóknak, de a vállalkozásoknak is komoly fejtörést okoz, egyre többen válnak fizetésképtelenné, miközben a szakember hiány miatt is fájhat a fejük, hogy milyen évre számíthatnak idén a cégek, és hogy ez milyen hatással lesz az építkezésekre. Arról Koi Lászlót, az Evosz elnökét kérdezzük. Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát itt az elhangzottak alapján nem túl jó évre számíthat, vagy nem túl jó évre készülhet az iparág. Itt a drágulást említettük, ugye az, hogy egyre többen válnak fizetésképtelenni, hát a szakember hiányról nem is beszélve. Szóval vegyük majd végig ezeket a problémákat külön-külön is, de úgy, hogyha az egészet általánosan nézzük, akkor milyen évre készülnek? Mindenképp ez az év tele lesz kihívásokkal az építőiparban, ahogy említette is, de összességében most még egy 10%-kal magasabb a rendelésállományunk, mint egy évvel ezelőtt volt, különös tekintettel a lakásépítés, lakásfelújítás területén, és az ipari csarnokok, logisztikai létesítményeknél nagyobb a megrendelés, tehát azok a kivitelezők, akik ezen a részpiacon dolgoznak, kifejezetten egy jó évre számíthatnak, és hát akiknek utat, vasutat, csatornát kell építeni, azoknak nagyon nehéz lesz az év, itt ugye állami közösségi megrendelések szoktak túlsúlyba lenni, és arra számítunk, hogy ezen a területen ebben az évben kevesebb lesz a megrendelés, és ahogy a felvezetőben is benne volt, az első negyed év végéig a korábban évelején megszokotthoz képest kétszer akkora építőanyagár emelkedésre számítunk azoknál az építőanyagoknál, amelyek energiaigényes az előállítás, vagy valahonnan messziről importból kell beszerezni. Itt nagyjából milyen nagyságrenddel kalkulálnak? Mert itt nagyon sok szám volt ezzel kapcsolatban, amit említett, hogy ez az áremelkedés, ez milyen mértékű lehet? A járvány előtt ez 5-7% között volt az építőanyagok áremelkedése évelején, csak hogy emlékezzünk rá. Ennek a duplája is lehet az idén. Azoknál az építőanyagoknál, ahol ugye energia kell az előállításhoz, tehát itt mondhatnánk a cementet, a kőzetgyapotot, szigetelőanyagokat, égetett tégla, cserép, vagy éppen burkolóanyagok, vagy a burkoláshoz szükséges különböző ragasztók, kémiai anyagok, jelezték az építőanyaggyártók és kereskedők már a múlt év végén erről a területről, hogy ők valahol 10-15% között rákényszerülnek majd az áremelkedésre március végéig. És ez az áremelkedés, ez beépül akkor majd a lakásárakba, vagy az előállítási költségben nyilván tovább gurulnak, vagy tovább gördülnek ezek az árak, vagy ezek az összegek? Véleményem szerint beépül, és azért ettől nem kell
annyira megijednünk, mert ugye ennyivel értékesebb lesz a felújított lakásunk, vagy sokkal többet fog érni az újépítésű lakásunk is, amibe költözünk. Tehát ezt a pénzt, ezt a többletet nem elesszük, nem elszórakozzuk, vagy feléjük. Itt ugye mindig az a kérdés, hogy hogyan tudjuk finanszírozni. Ezért nagyon fontos, és itt fölhívnám a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Banknak ugye van ez a zöld otthonteremtési programja, ahol még mindig 2,5%-os forintalapú kamattal lehet például hitelhez hozzájutni, függetlenül attól, hogy az idénre a Nemzeti Bank is való 5% körüli inflációt jósol. Beszéljünk akkor a másik fő problémáról, amit ugye mindig emlegetünk, a munkaerő hiány, itt a szakképzett, szakképzetlen munkaerőről is szó van. Nagyon nagy számokat emlegetnek, hogy mennyire nehezen tudják ezt megoldani. Miközben, ahogy ön mondja, megrendelés van, tehát lehetne foglalkoztatni a munkaerőt. Ezt hogyan oldják meg, és hogy állunk ezzel kapcsolatban? Ugye említettük, hogy ha jó évnek nézünk is eléve, tele van kihívásokkal, és a legnagyobb kihívásra a cégek továbbra is azt mondják, hogy a szakmunkás és mérnök hiány. Nyilvánvalóan ezt csak úgy lehet kompenzálni, hogyha hatékonyabban tud egy vállalkozó dolgozni, vagy olyan beruházásokat tud eszközölni, amivel élő munkát tud kímélni. De minél kisebb egy vállalkozás, annál kevésbé látom, hogy lennének olyan tartalékai, hogy jelentősebb beruházásokba fogna, olyan kéziszerszámokat, gépeket vásárolna, amivel gyorsabban és kevesebb élőmunkával tudna dolgozni. Tehát sajnos olyan mértékű hatékonyság növekedésre nem számítok, mint amit kellene, vagy a megrendelő is számít. Talán a hallgatóknak az lehet egy bizakodás, hogy mivel elgondolásaink szerint ebben az évben kevesebb állami és önkormányzati megrendelés lesz, így több kapacitás marad a magánszektor részére, tehát nem csak a gépipar, a mezőgazdaság részére, hanem a lakosság részére is, és ez év végére az úgynevezett kereslet-kínálat véleményünk szerint nagyjából egyensúlyba kerülhet. És mi a helyzet a szakképzett munkaerő, hogy említette a mérnököket például, őket hogyan lehet úgymond visszacsalogatni, mert hogy nagyon sokan ugye elmentek akár külföldre vagy más területre? Több mint 30 éve keletről nyugatra áramlik a munkaerő, az építőipar, a jó szakmunkás és mérnök is. Minket a recesszió éveiben kb. 35 ezer szakmunkás és mérnök hagyott itt. Próbáljuk őket visszahívni. Az EVOSZ-nak is van egy ilyen hazahívó programja, hiszen vannak már olyan sikeres cégek, akik olyan személyre szabott ajánlatot tudnak tenni, hogy megéri visszajönni. Másrészt pedig keletről kell, hogy fogadjunk átmenetileg szakmunkásokat és mérnököket, úgynevezett unión kívüli harmadik országból. Jelenleg is körülbelül 35-40 ezer külföldi dolgozik Magyarországon az építőiparban. És egyébként az úgymond a visszacsalogatás, amit tett a különböző programokat, ez mondjuk leginkább pénzkérdés lenne? Elsődlegesen igen, tehát ezt tapasztaljuk, különböző rendezvényeink voltak Hollandiában, Németországban, hogy az első kérdés, hogy igen, és akkor mennyit fizettek. És az a tapasztalat, hogyha a kint megkeresett nettó jövedelemnek a 65-70%-át idehaza megkapják, akkor már szívesen hazajönnek, hiszen a megélhetés is jóval drágább külföldön, illetve fontos a legális, a tartós foglalkoztatás, munkavédelem, munkaegészségügy, lakhatási támogatás, munkába járás, és gyakorlatilag a mi szakmai hazahívásunkra a kormány annyiban segít rá, hogy családi otthonteremtési támogatás vagy adókedvezmény, és bízunk a családban is, aki most hallgatja ezt a rádiót, anyuka, barátnő, jó barát, hogy háromlábú megkereséssel tudunk hazacsalogatni mérnököket. Tudnám azt mondani, hogy ma már nem mennek el többen, mint amennyien hazajönnek a mi szakmánkba dolgozni. Akkor ezek szerint ez már egy idézőjelben jó mérlegnek, vagy egyenlegnek számít, amit most az előbb említett. Hát igen, de ez még egy újévi mérleg, aki nehezen mozdul pozitív irányba, tehát idő kell ahhoz, hogy érzékelhető legyen a hazajövetel. Ugye még egy dolog, egy nagyon érdekes szempontot olvastam még, hogy sokan ugye hitetlenkedve kapják fel mondjuk a fejüket, ha meghallják, hogy valaki mondjuk nőként lép be ebbe a piacra. Itt olvastam talán egy példát ezzel kapcsolatban, hogy valaki burkolóként
dolgozik például, de nyilván más területet is lehetne említeni, miközben hát ha az eredményeket nézzük, nem gondolom, hogy bármiben elmaradnának a nők, akármilyen területen a férfiak mögött. Ez mennyire, hogy mondjam, mennyire került előtérbe, vagy mennyire számíthat, mert tényleg itt nézve az adatokat, nem tudom, hogy mennyire sok nő dolgozik például az építőiparban, és hogy ezek a tendenciák hogyan alakulnak. Szóval erről magáról a felvetésről mit gondol? Nyugat-Európában már 5-7 évvel ezelőtt elindult egy ilyen folyamat. Mi most kezdünk rálépni erre a trendre, ugyanis ehhez Magyarországon is egy jelentős technológiai korszerűsítés és új szerszám használat kultúra kellett ahhoz, hogy ma már vannak olyan megoldások, ami abszolút nem erős fizikai ottlétet, koszos munkát, hosszú távú napi munkavégzést igényel, hanem az új szerszámokkal, anyagokkal könnyebb dolgozni, tiszta munkahelyeket lehet biztosítani. Igen, valóban igaz ez a burkolásra, de a szakipar, szerelőipar, tehát épületgépészetnél, elektromos szerelésnél, gipszkarton szereléseknél olyan munkakörülményeket tudunk biztosítani, ami a hölgyek számára is vonzó, és az ő kreatív képességük, szépérzékük sok esetben a férfiaktól jobb, be kell, hogy ismerjük, és örömmel dolgoznak ilyen munkakörbe, és a férfi kollégák is jó szemmel veszik ezt. Akkor mindez még gyerekcipőben jár, ahogy most a szavaiból kivettem, hogy persze vannak ilyen irányba a lépések, de egyelőre még az elején tartunk? Igen, az elején tartunk, de én minden hölgyet biztatok, hogy az építőipar egy tudásigényes ágazat, és bizony az ő tudásukra és a szép érzékükre itt szükség van. Hát akkor ez a végszó. Köszönöm szépen Kolyi Lászlónak. Szép napot kívánok Önnek. Minden jót. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Rendbe kellene tenni a menekült kérdés alapvitáját, erről értekezett a közösségi médiában Gyurcsány Ferenc. A DK elnöke szerint csak akkor lesz tisztességes menekült politikája hazánknak, ha a különféle megfontolásokat össze lehet majd egyeztetni. Erről, illetve a Völner ügyben tett feljelentésről is kérdezzük Vadai Ágnest, a DK országgyűlési képviselőjét. Így van, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és boldog új évet kívánok. Köszönöm szépen Önnek is, minden jót. Kezdjük akkor ezzel a felvetéssel, a Gyurcsány Ferenci poszttal, ugye, amit a közösségi médiában írt. Mire célzott Gyurcsány Ferenc azzal kapcsolatban, hogy rendbe kellene tenni a menekült kérdés alapvitáját, és azt, hogy különböző megfontolásokat össze lehet majd egyeztetni? Mire gondolhatott itt konkrétan? Egyrészt ennek a posztnak van egy általános üzenete. Ez pedig az, hogy a magyar társadalomban vannak olyan kérdések, amelyek nagyon megosztanak bennünket. Mondok pár, melegházasság dolga, egyházak helyzete, vagy éppen a határon túli magyarok kérdése, de ilyen a menekült politika is. Ezekben a kérdésekben azt mondtad, hogy két nagy tábor, de lehet, hogy sok kis tábor is van mellett. És az elmúlt években érdemben a politika, és pont azért a társadalom nem folytatott vitát, ahol meghallgattuk volna egymás érveit, ahol ezekről a kérdésekről beszélgettünk volna, és a végén jutottunk volna valami konszenzusra. Általában azt tapasztaltuk ezekben az ügyekben, hogy az immár 12 éve kormányzó Fidesznek volt egy álláspontja, és azt oktrojálta, azt erőltette rá a magyar társadalomra, és a propaganda mindenféle eszközével nyomta folyamatosan. Miközben lehet, hogy az emberek nagyobb része egyébként egészen más gondol, vagy lehet, hogy nem is gondol ezekről a dolgokról semmit. És ugyanez a helyzet menekült ügyben. Hogy egész egyszerűen muszáj ezekről a kérdésekről beszélni, mert láthatóan nem sikerült ebben sem a kormánynak megoldást találni. Az ellenzék közös programja, a közös alapprogram azért pár dolgot kimond. Egyrészt azt a megfontolást, hogy elsősorban azért mégiscsak emberek vagyunk, tehát hogy akik a háború elől menekülnek, azoknak kell segítséget nyújtani. Tehát ez nem jobb és baloldal kérdés, ez egy teljesen normális dolog. Ugyanakkor a közös alapprogramban világosan elmondó legalább három dolog ezzel az ügyel kapcsolatosan. Egyrészt, hogy a menekült kérdést azt mi nemzeti politikának tekintjük. Tehát, hogy ezt itthon közösen kell megoldanunk. Együtt kell beszélgetnünk erről a dologról. Másrészt, hogy a határkerítés, amely sokak számára megnyugtató, az ellenzék meg fogja tartani. Harmadrészt pedig
Mi a rendőrségen belül egy önálló határőrséget szeretnénk létrehozni, mert láthatóan erre van igény, és azt gondoljuk, hogy akkor ezt az igényt mi teljesíteni fogjuk, és teljesíteni is akarjuk. De hogy ilyen beszélgetések az elmúlt években nem voltak, aki a magyar parlament közvetítését nézte, tehát azt látta, hogy aki mást gondolt, mint a kormány, az soros ügynök volt, az hazáruló volt, az Brüsszel kiszolgálója volt, minden volt, csak éppen magyar polgár nem, és szerintünk ez nem jó irány. Egészen másfajta irányt kell venni 2022 április után, és beszélgetni kell a társadalmat megosztó kérdésekről. Egyébként az ellenzéken belül, ugye említette nyilván itt az előbb, hogy megvannak azok a közös pontok, amelyek ezt a politikát meghatározzák. Ebből a szempontból ugye sokan felkapták a fejüket, amikor Márki-Zay Péter a migráns számlálóról beszélt. Itt egyébként az ellenzéken belül is voltak arra vonatkozó hangok, hogy ezt nem így kellene, vagy nem teljesen. Ez lenne a megfelelő irány, itt például Donát Annára gondolok. Tehát, hogy ezek az ellentétek, ezek az ellentmondások akkor feloldódtak már időközben. Szerintem ez teljesen természetes, hogy egy ilyen szövetségen belül vannak vitás dolgok. Hát azért ülünk különböző pártokban. Tehát szerintem ez egy teljesen természetes dolog. Ízlésbeli kérdések is lehetségesek. Akkor Márki-Zay Péter ezekről az emberekről beszél, akkor általában egyébként mindig hozzá is teszi, hogy a letelepedési kötvényes állampolgárokról beszél, akik egész egyszerűen úgy érkeztek be Magyarországra, hogy megvásárolták a lehetőséget, hogy itthon letelepedjenek. Ezeknek az embereknek egy részéről most arra kiderült, hogy hiába mondták azt, hogy átestek nemzetbiztonsági ellenőrzésen, ez egy ilyen nagyon laza ellenőrzés volt, és egy részük bizony bűnöző. Tehát az egészen biztos, hogy akik letelepedési kötvénnyel beérkeztek Magyarországra, azokkal szemben egy rendes tisztesség és nemzetbiztonsági átvilágítást le kell majd folytatni 22 áprilisa után. Ez az egyik oldal. A másik oldal pedig, hogy ezen az üzleten nyert az, aki ide beérkezett, nyert esetleg a családja, nyert az, aki árusította. Hát egy valaki nem nyert. A magyar állam, és ezért a magyar állampolgárok. Ez egy óriási veszteség volt, éppen ezért ezt ki kell vizsgálni. Tehát én azt gondolom, hogy itt van maga a menekült ügy, amiről kell beszélni, mert az elmúlt években a Fidesz gyűlölet politikájának ez állt a középpontjában, de emellett azért beszélni kell azokról az ügyekről, ahol a Fidesz láthatóan nem volt ennyire finnyes. Nem annyira finnyes, amikor letelepedési kötvényről van szó. Nem annyira finnyes, amikor azt mondja, hogy beenged Magyarországra külföldi munkavállalókat. Láttunk erre is példát. Akár annak árán is, hogy a magyar polgárok egy részét nem képezi azért, hogy dolgozni tudjanak mondjuk azoknál azokban az iparágokban, hanem inkább közmunkára kényszeríti. Tehát nem kell beszélni ezekről a dolgokról is, de beszélni kell, hiszen ez a lényeg. Egyébként a közvélemény nyilván ezeken a dolgokon, ezeken az ügyeken túl az ellenzéki tárgyalások, az ellenzéki pártok közötti tárgyalások, egyeztetések, a kampány is érdekli. Ugye tegnap volt hír, a Telexen lehetett olvasni, hogy hogyan zajlottak a tárgyalások az ellenzéki pártok között. Addig most eljutottunk, hogy ugye a listájukból 7 nevet most már ismerünk, és ugye itt a pártelnökök szerepelnek az első 5 helyen, aztán utána Tóth Bertalan és Ungár Péter a 7. Ugye két párt listájáról nem tudunk még, az egyik a DK és a Jobbik. Az önök listája mikor készül el, és mire számíthatunk ezzel kapcsolatban? Ez is sokakat érdekel. El fog készülni, amikor szükséges lesz, hogy elkészüljön. És időt esetleg tud mondani, hogy nagyjából mikorra várható ez, vagy egyelőre még a határidőt se lehet tudni? Ez nem az a kérdés, mert persze én értem, hogy a személyi dolgok az mindenkit érdekel, hogy akkor ki, hol, hanyadik helyen szerepel, de szerintem nem ez a lényeges az elmúlt időszakban. Sokkal fontosabb az, hogy a közös alapprogramokban olyan megoldásokat kínálunk 22 április után, amely sokkal jobb és tisztességesebb Magyarországot fog megteremteni, és nyilvánvalóan a miniszterelnök jelöltünk vezetésével azon dolgozunk, hogy ez minél több helyre eljusson ez a program. 106 közös jelöltünkkel most is aláírás gyűjtünk annak érdekében, hogy az előválasztást követően most a népszavazási kérdésekkel együtt áprilisban elhozzuk a kormányváltást. Azok a kérdések, hogy ki mit fog csinálni, ki hanyadik helyen fog szerepelni, ez
lehet, hogy fontos a politikusoknak, meg a sajtónak, de én azt hiszem, hogy a magyar polgár sokkal jobban izgatja, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy évvel ezelőtthöz képest akár 15%-kal is drágában lehet bevásárolni, és nekünk erre kell választodni, nem pedig arra, hogy ki hanyadik helyen lesz bárkinek a listán. Mit gondol arról, amit Gattyán György csinált? Ugye ő írt egy nyílt levelet, tulajdonképpen az ellenzéki összefogásnak a vezetőjéhez, a párt vezetőihez, és arról ír, hogy ahhoz, hogy egyáltalán a kormányváltás biztos zökkenőmentes legyen, ahhoz együtt kellene, hogy működjenek, mármint vele is. Mit gondol erről, és mi a DK álláspontja ezzel kapcsolatban? Nekünk most nem ez a dolgunk, nekünk az a dolgunk, hogy a választópolgárokkal kommunikáljunk. A 6 párt szövetsége nagyon erős. 3 éve dolgozunk azon, hogy ez az ellenzék együttműködés összejöjjön. Össze is jött 2019. októberében ez az összefogás, ez az együttműködés bizonyított. Ezen az úton haladunk tovább, azzal kiegészülve, hogy most már 106 közös jelöltünk van, és van egy közös miniszterelnök jelöltünk már kivetőten. Akkor egy friss infót szeretnék ez a népszavazásról. Ugye sokan kíváncsiak arra, hogy meg lesz-e az elegendő aláírás. Van esetleg információ arról, hogy vagy pontos számot tud mondani, hogy hány aláírás van? Hát így 7-29-kor még nem nagyon mernék bárkit is felhívni. Azzal kapcsolatosan, hogy hány aláírás van, én arra buzdítok mindenkit, hogy egy percet szálljon arra, hogy akár a pultjaink jár, akár az irodáinkban, és nem csak a DK-ban, hanem mind a 6 párt gyűjti ezt az aláírást irodákban és pultokban, és menjen el és írja ezt alá, és akkor meg lesz a szükséges számú aláírás. Bár biztos vagyok benne, hogy a Fidesz mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ne lehessen kiírni ezeket a népszavazási kérdéseket, mert hogy ezek a valódi kérdések, és ezekkel kell foglalkozni. Azzal, hogy legyen egy álláskeresési járadék, olyan legyen, ami alkalmassá teszi ezt az intézményt arra, hogy valóban segítse az embereket állást keresni, hiszen ma Magyarországon átlagosan 16 hónap. Míg valaki állást talál, miközben az álláskeresési járadék folyosításának időtartama 3 hónap, ez a Fidesz kormány eredménye, a másik pedig a futam. Mi azt szeretnénk, hogy a magyar diákoknak legyen lehetőségük tanulni megfelelő körülmények között. Természetesen szívesen látunk másokat is, de elsősorban a magyar diákoknak kell megteremteni a lehetőséget arra, hogy egyetemen tanulhassanak, és ennek egyik eszköze a diákváros, amit láthatóan ez a kormány nem szeretne megvalósítani azért, mert fontosabb számára valamilyen, és csak nem is ideológiai, sokkal inkább pénzügyi vagy hatalmi technikai kérdés. Azért mindenkit arra kérünk, hogy szálljon egy percet arra, hogy aláírja az népszavazási kérdőívét. Még egy kérdéssel kapcsolatban mindenképp kíváncsi vagyok, hogy a véleményére, ugye fejlentést tett a DK Völner ügyben, és ugye önök azt állították, vagy azt mondják, hogy ugye Orbán Viktor akaratából futni hagyják majd őt, mármint az államtitkárt. Mire elég, vagy mire lehet elég ez a feljelentés ebből a szempontból? Ez megyünk minden egyes alkalommal, amikor csak lehetőségünk lesz, mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy egy olyan ember, aki egyfelől felelőse volt, most az más kérdés, ugye az igazságügyi miniszter szerintem a nemzetbiztonsági törvény megsértve tette felelőssé, hogy a Pegazus ügyben Völner Pál aláírhassa az információ szerzésre vonatkozó engedélyeket. Ez az ember éveken keresztül nem a mi állításunk szerint, hanem a fideszes legfőbb ügyész állítása szerint 2,5 millió forintot tett zsebre rendszeresen, és visszaélt hivatali hatalmával. Ez az ember ma is szabadon lófrágat, élvezheti talán még el is utazhat, tehát élvezheti a szabadságot, miközben nagyon súlyos bűncselekménnyel vádolják. Érthetetlen, hogy miért nem lép ebben az ügyben az ügyészség, miközben másokat sokkal kevesebbért el szoktak vinni. Völner Pál pedig láthatóan, aki a hatalom embere, akiről Orbán Viktor egyébként talán az évértékelő sajtótájékoztatóján azt nyilatkozta, hogy ő egy bátor ember, de ez a bátor ember, ez a Polt Péter vezette ügyészség szerint is nagyon súlyos bűncselekményt követett el. Meglátjuk akkor majd, hogy ennek hogyan. Ennek ellenére is szabad. Ennek ellenére meglátjuk akkor majd, hogy alakul. Nagyon szépen köszönöm Vadai Ágnesnek, a DK parlamenti képviselőjének. Szép napot önnek, viszonthallásra, minden jót. Köszönöm szépen, viszonthallásra. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
Megszorítások nélküli államadósság csökkentést ígérnek ellenzéki pártok. A szakemberek egy része azonban eddig azt hangoztatta, félő, hogy a megszorítások nem lesznek elkerülhetőek hosszú távon. Közben úgy tűnik, az ellenzék berúgta a kampánymotort. Ezt mutatja a politikusok aktivitása. Hogy a Jobbik hogyan készül a következő hetekre, arról a párt frakcióvezető helyettesét, Magyar Zoltánt kérdezzük. Aki pedig már itt van velünk a telefonban, jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt kívánok! Na kezdjük akkor ezzel az állítással. Ugye itt a bejátszóban is elhangzott, hogy az ellenzék tulajdonképpen mindenképpen megszorítások nélküli államadósság csökkentést ígér, és ugye itt a költségekről, pénzről is szó van, viszont hát itt nagyon sok szakértő mondja azt, hogy azért ez nem biztos, hogy ilyen formában megvalósítható, és sokan tartanak attól, hogy tényleg megszorítások lesznek majd, attól függetlenül egyébként, hogy ki nyeri majd meg a választás, mert hogy a gazdasági folyamatok ezt igényelni fogják. Szóval hogy látja? Hát ha nem lenne kormányváltás, akkor teljes mértékben egyetértenék a szakértői gondolatokkal, hiszen nyilvánvalóan akkor az eddigi költségvetési logikából, az eddigi korrupciós mértékből tudnánk kiindulni, és akkor valóban elkerülhetetlen lenne a megszorítás. Ellenben egy kormányváltás esetén, ha mind a korrupciót, mind az elszámoltatást komolyan tudja venni az új kormány, akkor azért ez egy jelentős többletforrást jelentett a költségvetés számára is. Az mit jelent? Mennyivel több többletforrásra számolnak? Hát nyilvánvalóan ez attól függ, hogy pontosan, ha megismertük a számokat, akkor mit látunk, illetve attól függ, hogy mondjuk egy elszámoltatás, egy vagyon elkobzás az milyen ütemben tud megvalósulni. Itt természetesen a jogszabályi kereteket ki kell dolgozni, be kell tartani. Akkor úgy kérdezem, hogy mennyi pénzzel lenne, vagy mennyi összegre, vagy mennyi pénzzel, mekkora összeggel kalkulálnak ahhoz, hogy ne kelljen megszorításokat bevezetni esetlegesen? Hangsúlyozom, hogy nem ismerjük pontos számokat, hiszen a kormány ezeket nem osztja meg velünk, csak azt látjuk, ami nyilvánosságra kerül, de biztos vagyok benne, hogy több százmilliárd forintos nagyságrend az, amit elő kell teremteni ahhoz, hogy ne kelljen megszorításokat az új kormánynak mondjuk eszközölnie. Beszéljünk akkor a kampányról, mert ahhoz, hogy ezt eszközöljék, ahhoz ugye meg kell nyerni a választásokat. Ugye sokan mondják azt, hogy az ellenzék, mint hogy egy picit elaludt volna, és egy picit késésben lenne a kampányal, ugye egyre csúsztak a határidők arra vonatkozóan, hogy mikor indul majd be valójában a kampány. Ön most hogy látja, hogy beindult a kampány, és ha igen, akkor milyen fő üzenetek lesznek azok, amelyeket el szeretnének majd juttatni konkrétan a választókhoz? Igen, én is úgy éreztem egyébként, hogy az előválasztások után kicsit leült az ellenzéki kampány, de valahol ez természetes volt, tehát azért azt a lendületet, azt a tüzet nem lehetett volna még további több mint fél évig tartani. De jó hír, hogy most valóban évkezdésre, január 3-tól gyakorlatilag azt látom, hogy én is és minden jelölttársam folyamatosan az utcán vagyunk, az emberekkel találkozunk, és igyekszünk azokat az üzeneteket minden szélesebb körben eljuttatni, amit egyébként már jó néhány ágazati program szinten is megjelentettünk, és hamarosan az egész program elérhetővé válik. Hát itt lényegében arról van szó, hogy szeretnénk, ha Magyarország egy sokkal szélesebb társadalmi réteg számára boldogulást jelenthetne, nyújthatna, és nem pedig a szűk elitnek a gazdagodását segíteni elő, ahogy azt az elmúlt évtizedben tapasztaltuk. Ugye a Telex írt arról tegnap, hogy nem annyira gördülékeny az együttműködés az ellenzéki pártok között. Ugye lehetett arról olvasni, hogy volt egy megbeszélés a pártelnökök között, ott Márki-Zay Péter nem volt ott, de tudott róla, mások azt mondták, hogy nem tudott róla, közben zajlanak ezek az egyeztetések, azért még vannak olyan pontok, amelyekben nem egyeztek meg, annak ellenére, hogy azt állítják, hogy most már kész van a program. Szóval mi az igazság ezzel kapcsolatban? Hát ahol hat ennyire különböző párt, és most már az MMM-mel kiegészítve gyakorlatilag, akkor hét szervezetről beszélünk, egyezkedik, és közös kormányzása készül, ott ez teljesen természetes. Csak tényleg itt a Fidesz-KDNP párt egyen párturalom alatt szoktunk el attól, hogy a demokrácia az így működik. Tehát igen, vannak vitáspontok, meg lesznek a jövőben is vitáspontok, de valahol ez a természetes, és Európa normálisan működő felében ez azt hiszem, hogy mindennapos. Mikor lesz egyébként közös lista? Már kész a közös lista. Ugye most az első hét nevet ismerhettük meg, és hát sokan várják már, hogy mikorra lesz meg. Lehet erről tudni valamit, akár határidőt, vagy bármi konkrétumot?
Hát amint a köztársasági elnök úr kiírja a választásokat, onnantól kezdve jelennek meg a határidők is a szemünk előtt, és akkor nyilvánvalóan az beszűkíti majd a lehetőséget, és világossá teszik, hogy mi az Jobbiknak a legkésőbb mikorra időpont. Lesz meg a listája? Hát ugyanezt tudom mondani, hogy ez egy folyamatnak a része, és nyilvánvalóan a határidőket betartva meg fog jelenni ez a lista is, de szerintem az embereket ennél sokkal jobban érdekli az, hogy milyen világot, milyen Magyarországot képzel el az ellenzék, a jelenlegi ellenzék, és hogy mik azok a kampány módszerek, amelyekkel meg kívánjuk nyerni ezt a választást, mik azok az üzenetek, és hogy jutunk el az emberekhez. Ezek most a valódi kérdések, nem az, hogy melyik pártnak lesz mondjuk egyje vagy kettővel több helye a listán. Mit gondol azzal kapcsolatban, amit Gattyán György felajánlott úgymond az ellenzéknek? Tehát ugye ő írt egy nyílt levelet, és azt javasolta, hogy az ellenzéki pártok vezetői üljenek le és tárgyaljanak vele, mert hogy ő is tudná segíteni az ellenzéket ebben a munkában és a kampányban. A Jobbik álláspontja mi ezzel kapcsolatban? Leülnek tárgyalni esetleg Gattyán Györgyel? Hát Gattyán Györgynek minden lehetősége meg volt arra, hogy az előválasztásokon elinduljon, hogy a saját szervezetét, ami most vagy létezik, vagy nem, de megmérettesse. Tehát szerintem az országgyűlési választások előtt körülbelül 3 hónappal ez már egy eléggé elkésett gondolat, és nyilván arra szolgál, hogy fedezze magát és azt a ténykedést, amit most itt elindított. Itt arra gondolok, hogy minden ellenzéki párt egységes abban a véleményben, hogy aki az előválasztásokon nem vett részt, nem mérettette meg magát, és mégis elindul az országgyűlési választásokon, az kizárólag Orbán Viktor hatalomban tartásában lehet érdekelt, és az segíti elő. Tehát akkor magyarán Gattyán György is ebbe a kategóriába tartozik, és ha jól vettem ki a szavaiból, ha jól próbálom lefordítani, akkor nem valószínű, hogy lesz együttműködés, vagy egyáltalán fölveszik a kapcsolatot egymással. Minden segítséget örömmel fogadunk, ami törvényes, és minden tanácsot, ez nyilvánvaló, de hogy újabb szereplők bevonni már nincs úgymond lehetőség, hiszen megvan, hogy ki a 106 jelölt, megvan a közös miniszterelnök jelölt, megvan a program, tehát ezek szerint megyünk tovább, ha ezen kívül bárki felajánlja a segítségét, azt nyilván el kell fogadni. Magyar Zoltánnak, a Jobbik frakció vezető helyettesének köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Szép napot önnek, viszont hálásra. Szép napot. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A borsodi szmogra nincs vakcina. Ezzel a mottóval hívta fel a figyelmet az LMP társelnöke a miskolci légszennyezésre. Kanász Nagy Máté a nagy szennyezők megadóztatásával, fűtéskorszerűsítéssel és az autós közlekedés visszaszorításával küzdene az egészségesebb levegőért. Kanász Nagy Mátét kapcsoljuk. Így van, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát sajnos a légszennyezettség témaköre, hát nem is tudom hány éve beszélünk erről az adatokról, nagyon sokszor, hogy mennyire szennyezett a levegő egyébként nem csak Borsodban, hanem akár Budapesten, vagy más településeken, kisebb-nagyobb városokban. Hogy lehet ezzel felvenni a harcot? Ugye nagyon régóta mondják önök is a fűtéskorszerűsítés, autós közlekedés visszaszorítását, de igazából eddig legalábbis nem nagyon sikerült javítani a légszennyezettség adatokon. Valóban, mi azt gondoljuk az LMP részéről, hogy az első lépés egyébként az, hogy tudatosítjuk, hogy létezik ez a probléma, és ez egy súlyos probléma. Ja, hogy itt még mindig itt tartunk, hogy ez még nem is tudatosodott az emberekben? Ugye Miskolcon tartottuk ezt a sajtótájékoztatót a hétvégén, és például Miskolcon csak a tavalyi évben jutottak el oda, hogy a városba 2 légszennyezettség mérőt telepítettek, ami ugye folyamatosan mutatja a légszennyezettség aktuális állapotát. Én azt gondolom, hogy pláne azokon a területeken, amelyek nagyon kitettek a légszennyezettségnek, egyébként Miskolc, Borsodabolyzemplén megye, a Sajóvölgye, Putnok, Kazincbartika, Sajószentpéter, ezek kimondottan olyan települések, városok, ahol az egyik legsúlyosabb a helyzet, pláne a téli fűtési szezonban. Én azt gondolom, hogy ilyen légszennyezettség mérőket kell telepíteni, de mondok egy másik példát, például Kaposváron is ezért küzdöttünk, és sikerült ilyen légszennyezettség mérőket telepíteni. Szerintem ez nagyon fontos, hogy a lakosság is lássa, hogy éppen milyen az aktuális helyzet, milyen levegőt lélegzünk be. Hát a levegőnek a belélegzése, hagyna mondjam, ugye az egészségünket, az életminőségünket nagyban meghatározza. Olyannyira súlyos a probléma,
hogy éves szinten Magyarországon 10-15 ezer ember veszíti el az életét olyan betegség miatt, amit a légszennyezettség okoz. Ugye sokan várták az ellenzékkel kapcsolatban, hogy lesz konkrétan erre vonatkozó bejelentés, erre vonatkozó program. Számíthatunk erre majd? Én azt gondolom, hogy abszolút, hiszen a közös ellenzéki program ezekben a napokban véglegesedik, és napokon belül publikáljuk a végleges verziót, illetve már most tettünk olyan ajánlásokat, amik szerepelni fognak a programban. Például, hogyha Magyarország teljes károsanyag kibocsátását nézzük, ugye itt az 1990-es szinthez képest a magyar kormány csupán 50-55%-kal szeretné csökkenteni a károsanyag mennyiségét a légkörben, a levegőben, mi ennél jóval nagyobb vállalást fogunk tenni, és amikor például Áder János köztársasági elnök arról beszélt, hogy igen, kibocsátás csökkentés, de hát ugye a klímaváltozás elleni küzdelemben Magyarország egy nagyon apró szereplő, ez lehet, hogy igaz, én azért ezt is kritikával illetném, de hogy ennek az egész problémakörnek a másik része, az pont a légszennyezettség, a károsanyag kibocsátás miatt kialakuló betegségek, stb. Tehát Magyarországnak nagyon is van terepe, felelőssége ezen a téren, egész egyszerűen emberéleteket lehet megmenteni, hogyha kevesebb a károsanyag, amit egyébként az autós közlekedés, a nagyvállalatok, vagy éppen a lakossági fűtés kibocsát. Egyébként, ha már ellenzékről beszélünk, ellenzéki programról, akkor hagyj kérdezzem az ellenzékről is. Ugye tegnap jelent meg egy hír a Telexen azzal kapcsolatban, hogy hogyan alakultak, hogy picit azért döcögősen haladnak a tárgyalások még mindig az ellenzéki pártok és az ellenzéki pártok vezetői között. Ugye arról volt szó, hogy találkoztak az ellenzéki pártok vezetői Márki-Zay Péter nélkül, de az ő tudtával. Ön nyilván társelnökként jelen volt, feltételezem, ezeken a tárgyalásokon. Természetesen ez így volt. A múlt hét nagyon intenzív volt ebből a szempontból, mert valóban többször találkoztunk. De és akkor tényleg nem volt ott Márki-Zay Péter? Akkor, tehát ezek helyesek, ezek az információk? Ezek különböző tárgyalások voltak. Itt a pártok egymással és a kampánycsapatok egymással is tárgyalnak. Nagyon sokféle felállásban, tehát itt tényleg mindenféle felállást el lehet képzelni. De én azt gondolom, ez így van rendjén, hiszen kampányban be kellett indítanunk az idei évet. Ugye ez főleg az aláírásgyűjtésnek, a Fudán népszavazásnak a felpörgetése volt. Ugye a múlt héten szerintem az egyik legfontosabb esemény nem a tárgyalások voltak, hanem az a közös kiállás, amit Márki-Zay Péter vezetésével tettünk meg. Egyébként Budapesten, a Nyugati téren, és beszéltünk arról, hogy már több mint 100 000 aláírást összegyűjtöttünk. Azóta átléptük a 130 000-et, és napokon belül megvesz a szükséges mennyiség. Tehát azért ezeket az egyeztetéseket, tárgyalásokat úgy kell elképzelni, hogy azért a témáknak a többsége az kampánnyal kapcsolatos, az programmal, a program vitájával kapcsolatos, hiszen azért dolgozunk, hogy Márki-Zay Péternek minden segítséget megadjunk, ami anyagi, logisztikai, humán erőforrás, tudás, stb. Segítség, és legyőzzük Orbán Viktort. Márki-Zay Péter is nyilvánvalóvá tette a múlt héten, hogy számára Orbán Viktor legyőzése a prioritás, és tényleg mindenki ezért dolgozik. Ugye az ellenzéki listának az első 7 helyét tudjuk most, ami kiderült, nyilván előbb-utóbb majd meg lesz a többi is, de akkor hagyd kérdezzem, LMP-s ügyekben, ugye Unger Péter lesz a 7., legalábbis ezt jelentették be, és itt a logika azt kívánta volna legalábbis az alapján, hogy az első Márki-Zay Péter, Dobrev Klára, Karácsony Gergely, Jakab Péter és Fekete Győr András, tehát a pártok vezetői szerepelnek itt. Az önnevét nem láttam, Unger Péter a 7., legalábbis ami kiderült. Ennek mi az oka? Ennek az az oka, hogy ugye az LMP még decemberben tartott egy kongresszust, ahol felállítottuk a választási listánkat, aminek a vezetője, tehát az LMP saját belső listájának első helyezettje Unger Péter, ebből az következik, hogy a közös ellenzéki lista első LMP-s helyére, ami valóban mondjuk a 7. pozíció tud lenni, oda Unger Pétert delegálja az LMP. Tehát ennek ez az oka, az LMP kongresszusa döntött így. Egyébként, hogyha a lista további sorrendjét nézzük, ugye jó magam vagyok a második, Keresztes László Lóránt az LMP parlamenti frakciójának vezetője a harmadik, és mondjuk Bakos Bernadett az LMP kőbányai képviselője, Budapest elnökségi tagja a 4. helyen van, stb. És ezen a 106-os listán hova teszi magát, vagy hogyan, hol tartanak ezek a tárgyalások, vagy hogyan alakulnak? Tudom, hogy azt fogja mondani, hogy
hogy ezek folyamatosak, és egyszer csak majd kész lesznek. Csak nyilván a közvélemény ugye szeretné már ezt tudni, és több ellenzéki képviselőtől is kérdeztem, tegnap is, a mai nap folyamán is ugye ezzel kapcsolatban, és úgy tűnik a válaszokból az a benyomása lehet akár a választónak, hogy egyelőre nem nagyon tudnak ezek a sorrendek. És ugye itt a cikkben is, a Telex cikkében is az volt, hogy az összes többi listás kérdésen megy a húzavona, ugye így fogalmazott az egyik forrása a cikknek. Én azt látom, hogy valóban nagyon sok munka folyik, de azért ezeknek akkor fogalmazunk, hogy húzavonáknak, vagy vitáknak, vagy diskurzusoknak a jelentős része tényleg a kampánnyal, a kampány sikeressé tevésével foglalkozik, hogy hogyan lehet Orbán Viktort legyőzni. Emellett nyilván a lista kérdésekről is van szó. Én azt látom, hogy hamarosan, most ez néhány nap, egy-két hét, teljesen mindegy, meg lesz a végleges lista. Ugye, ahogy kiírják, Áder János kiírja a választásokat, lehet azt tudni, hogy mi az a közjogi határidő, amíg ugye föl kell állítani a listát, ezt mindenképpen előtte meg fogjuk tenni, tehát ez tényleg hamarosan itt a január folyamán ki fog derülni, de én ennél még egyszer a népszavazási kérdést, illetve a program kérdést megfogjuk. Még egy kérdés a végére, gyors választ kérnék szépen, hogy a cikkben arról is volt, hogy hogyan alakulnak a kommunikációs stratégiák. Ugye Márki-Zay Péternek most legutóbb is vasárnap volt egy olyan beszéde, amely hát sokakat, hát hogy mondjam, felháborított, vagy legalábbis nem igazán tudtak vele mit kezdeni. Ugye itt arról volt szó, hogy Márki-Zay Péter arról beszélt, hogy hány zsidó van a Fideszben, és hány nincs. Ezek a típusú kommunikációs üzenetek, ezeket egyeztetik, vagy ezzel kapcsolatban történt bármilyen döntés, akár a kommunikációs stratégiák, üzenetek megfogalmazásában? Hát erre azt tudom mondani, hogy azért mindenkinek látnia kell, hogy nagyon nem egy szokványos helyzettel állunk szemben, már ami a NER lebontását illeti, és ha adott esetben vannak erősebb megfogalmazások, a NER számára provokatívabb megfogalmazások, szerintem azon nem kell csodálkozni. Nyilván részben ez egy tudatos stratégiának is köszönhető. Tehát ez belefér egy ilyen típusú kijelentés ön szerint? Most nem feltétlenül a konkrét kijelentésről beszéltem, hanem általában de beszéltem. De én erre kérdeztem rá, hogy ez egy ilyen típusú kijelentés beleférhet ön szerint? Szerintem ez egy, most ha csak konkrét kijelentést nézzük, ez egy véleményes kijelentés volt, de azért a NER-nek a megmondói ezt azért jelentősen félre magyarázták, és nagyon sok mindent bele akarnak látni, amiről egyáltalán nem szólt egyébként a konkrét kijelentés. Én magam valóban nem tettem volna mondjuk ilyen kijelentést, de ez nem jelenti azt, hogy amit most ekkori akarnak keríteni, az igaz lenne, tehát ezzel kapcsolatban meg kell védenem Márki-Zay Pétert, és meg is fogom védeni a továbbiakban. Kanászlagy Mártének, az LMP társelnökének köszönöm szépen, szép napot önnek, viszontlátásra, minden jót. Köszönöm én is, viszont. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A kormány adománykérő csekkel bombázza szimpatizánsait, az ellenzék az utcán harcol az aláírásokért. Gattyán György pedig az utóbbiakkal is összeállna a kormányváltásért. Beindult a kampány, miközben a sajtó az Egyesült Ellenzék közös listájának egyes neveit is megszellőztette. Miketz Dánielt, a Republikon Intézet vezető kutatóját kérdezzük. Így van, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát tényleg nagyon sok minden zajlik, itt nyilván hallotta a beszélgetésünket Kanász Nagy Mátéval a végén. Egy picit hagyd kérdezzem erről kezdetnek kampányrészként, hogy ilyen kommunikációs üzenetekkel, mint amit mondjuk akár Márki-Zay Péter tesz, amiről itt szó volt az előbb, ez mennyire, hát hogy mondjam, segíti elő az ellenzék kampányát? Hát itt azért ez egy felmerül az, hogy mennyire tudatos, vagy mennyire ösztönös az a fajta lehet finoman fogalmazni, akkor ez a meglepő kommunikáció, amit Márki-Zay Péter folytat. Azért vannak neki olyan mondása, hogy tényleg sokan felkapják a fejüket, szokatlanok. Ez persze valamire hozzátartozhat az ő politikusi valamilyen fajta önmeghatározásához, hogy néha mond olyanokat, amelyek nem illenek bele a kánonba. Valószínűleg ezek olyan kiszólások, mondások, amelyekről lehet, hogy ő nem is gondolja, hogy nem férnek bele a politikába, nem férnek bele ebbe ő személyéhez hozzátartozó kicsit ilyen editelem és kicsit ilyen kiszólós kommunikációba. Én azt gondolom, hogy ezekből, és aztán persze utána az nem néz ki jól, amikor utána mindig valamennyire bocsánatot kell kérni, vagy valamennyire finomítani kell a mondandón.
De hát nagyon érdekes ez a mostani kampány, mert lehet, hogy pont ezek azok a személyiségjegyek, amelyek többeknek tetszhetnek, akiket most meg akar szólítani az ellenzék, hiszen már az látható, hogy azért a hagyományosabb ellenzéki pártok, vagy hát magunknak az ellenzéki pártoknak a szavazói lehet, hogy sok tekintetben azért nem értenek egyet a miniszterelnök jelöltjükkel, de azért az ellenzéki szavazó egy idő után is valószínűleg azért, ahogy beindul a kampány, és hogy az ő politikusai meggyőzik, hogy azért Márki Zaj Péter a közös miniszterelnök jelölt, azért rá fognak szavazni. Persze az is lehet, hogy a kutyapárt emiatt fog valamennyit profitálni, de hát azért lehet, hogy mégiscsak sokak számára, akik nem foglalkoznak olyan szinten a politikával, azért ezek a megszólalások azért ezek valamennyire ettől érzékelik azt, hogy itt akkor most van valami fajta történés az ellenzéki oldalon. Ha már a történést emlegette, épp a néhány ellenzéki képviselőt kérdeztem a listáról, hogy mennyire, hol állnak a lista összeállításában, és ugye mindig azt mondták, hogy nem ez a fontos kérdés, és majd kész lesznek vele időben. Tényleg nem fontos kérdés? A lista tényleg nem érdekli ez a választókat ön szerint? Az ellenzéki politikusok számára ez egy nagyon fontos kérdés. Ha nem lenne annyira fontos kérdés, akkor talán már megállapodtak volna a lista. Igen, tehát, hogy számukra azért nyilván azért a politikusok is olyan szempontból neki is van egy karrierjük, amely ennek jelenti egy fontos állomását, vagy egy fontos szerepet, hogy akkor most itt a olaszügyi képviselők vagy sem. És a választók lehet, számára ez tényleg nem annyira fontos kérdés, mint ahogy ezt a politikusok mondják? A választók számára annyiban fontos kérdés, hogy azért vannak olyan politikusok, akiket ismernek, azért korán sem ismernek olyan sok politikust a választók, mint akár a néha közvéleménykutatási adatok mutatják, hiszen nagyon gyakran azért egy ilyen választási helyzetben a válaszadó az azt mondja, hogy persze ismerős neki a politikus, hiszen nem akar. Ugye kicsit úgy érzik, mintha valami vizsgahelyzet lenne a kérdezés, de azért vannak olyan politikusok, akiknek a személye, akit ismernek a választók, és az, hogy ő melyik helyen szerepel, azért az segít neki, és azt, hogy például, amikor lányod a listára, azért az első, most pontosan nem tudom, hogy mennyit nyomtatnak rá, de hát azért nem az egész lista olvasható, hanem a vezetők, akikről tudjuk, hogy kb. Kicsodák lesznek, valószínűleg lehet, hogy pont ez a hét, vagy talán egyre kevesebb, vagy több név lesz majd rajta a szavazólapon, és őket ismerik a választók elsősorban, nem csak azért, mert pártelnökökről van szó, de hát az előválasztási kampányban is részt vettek. Tehát valóban azért a választók számára sokat nem mond, hogy akkor majd a 24. helyén a közös ellenzéki listának ki lesz, de azért persze hát azért az ismertebb politikusok, és azért abban a tekintetben azért van 6 ellenzéki párt, azért az nem olyan nagyon sok, annak azért lehet jelentősége, de valóban azért ez valószínűleg az ellenzéki politikusoknak fontosabb. Még egy gyors kérdés a végére. Ugye Gattyán György bejelentkezett azzal a szándékkal egy nyílt levélben, hogy működjön vele együtt az ellenzék. Az ellenzéki pártok vezetői vegyék föl vele a kapcsolatot, tárgyalnak, mert hogy tudná segíteni az ellenzék kampányát. Egyelőre elég komoly a visszautasítás, ugye Márki Zaj Péter is reagált le, hogy valószínűleg ez nem fog összejönni. Ez mennyire bonyolíthatja a dolgokat, vagy ezt el kell engedni, ez egy ilyen egy-két napos kis színes hír. Szóval hogy látja? Hát ez annyiban lehet az ellenzéknek, azért lehet ez rossz, mert ez valamennyire akkor erősíteti azt, hogy akkor tulajdonképpen nincs is itt egy ellenzéki nyitottság, de hát mivel történt egy előválasztás, és már azért azt tudják a választók, hogy akkor Márki Zaj Péter valahogy a körön kívülről, vagy hát az intézményeken kívülről érkezett, ezért ennek olyan nagy jelentősége nem lehet. Amit talán elérhet, hogy akkor valahogy erősíti azt a képet, hogy akkor itt valamilyen fajta az ellenzéki oldal, hogy akik le akarják váltani a kormányt, az nem valami egységes dolog, és hogy valami fajta káosz van, de hát éppen most a napokban, a hetekben fog beindulni az ellenzéki közös kampány, úgyhogy ez valamire csökkenteti azt a benyomást, hogy itt valami fajta káosz van. Miket Dániel a Republikon Intézet vezető kutatójának. Köszönöm szépen, viszont hallásra minden jót. Köszönöm, viszont hallásra. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket, így van, folytatjuk az aktuált. Mindjárt Bot Péter Ákossal beszélgetünk vele a külkereskedelmi termékforgalomról, és hát persze arról, hogy Varga Mihály komoly gazdasági növekedésre számít a jövőben, folytatná az adó csökkentést is, és hát persze kérdés, hogy ez mennyire reális, mennyire tartható mindez a választás után is. Aztán benzinnel, árakkal folytatjuk, a kormány által bevezetett hatósági ár nagyjából még egy hónapig biztosan érvényben marad, hogy mi lesz utána, és mik az eddigi tapasztalatok, arról beszélgetünk majd, ezt is erről is szó lesz. Aztán jön Jakab Ferenc virológus professzor, akit arról kérdezek, hogy mennyire lehet reális Kásler Miklós helyzetértékelése, aki a minap ugye 8-9 ezer kórházi ápolttal és 200 halottal számol a járvány 5. hullámában, ezeket a számokat mondta. Aztán itt lesz Varga Zoltán Péter, ő Dunakeszi Jobbikos képviselője. Ő elég régóta dolgozik COVID-osztályon, saját bőrén tapasztalja nap mint nap a helyzetet, úgyhogy vele is beszélgetünk majd. És szó lesz a négylábú rendőrökről is, mert hogy a kutyákat nagyon sokféle funkcióra kiképeznek, ők pedig hát enyhén szóval megbízhatóak, úgyhogy ezzel a témával jövünk már is. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Novemberben újra pozitív lett a külkereskedelmi termékforgalom egyenlege a KSH szerint. Az export euróban számított értéke közel 8, az importé több mint 13%-kal nagyobb volt, mint az előző év azonos időszakában. Közben a pénzügyminiszter több mint 5%-os növekedést vár idén, miközben a kormány az adócsökkentéseket is folytatná. A vonalban Bot Péter Ákos. Így van, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Na hát itt nézve a számokat, meg hallgatva Varga Mihálynak az előrejelzéseit, olyan nagy pánikra nincs okunk a jövőre, ugye itt még 2021-ben az ő számításai szerint 6,4%-os volt a gazdaság bővülése, és ahogy itt ugye elhangzott, idén jóval 5% feletti növekedés kalkulál. Mennyire reálisak ön szerint ezek a számok? Hát azt megtudjuk majd nem sokára, hogy mennyi volt tavaly. 6,5, ő 6,4-et mondott, hát nyilván a kormányzat a KSH-n keresztül méri az adatokat. Ezek mind beszélések, tudja, mert még az év ugyan lezárult, de az elszámolásokat tisztítani kell, a statisztikusok még osztanak, soroznak. Azt úgy lehet látni, hogy a tavalyi, mármint hogy az megelőző évi, a 2020-as 5%-os zsugorodás után mostan 6,5%-kal nő a gazdaság, tehát a két évet veszem, akkor a gödör szélére visszakapaszkodott a magyar gazdaság. Ez jó hír, általában Európában ez van, a 2020-as nagy visszaesést egy ilyen visszaugrás követte. A rákövetkező év az már érdekesebb, mert még nyilván tart egy ilyen helyreállítási lendület, hogy meglátjuk, hogy mennyi lesz. A különböző beszéléseket láttam, a valuta alapét, a OECD is készít a kutatóintézetek, az olyan 4-5 és 6% közötti volumen növekedést hoznak ki, de minden természetesen attól függ, mint említettétek, a külkereskedelem hogyan alakul. Hát ha a fő iparágoknak a piaca nem bővül olyan gyorsan, mint szeretnénk, akkor az visszahúzza egy kicsit, a hazai fogyasztás viszont tolja fölfele. Igen, nagyon sok szempont van, ön is sokat említett, és ugye szó volt itt a külkereskedelmi aktívumról. Itt találtam olyan számot, ugye, hogy novemberben 81 millió euró volt, és hogy 4 hónap után novemberben ugye újra pozitív lett ennek a bizonyos külkereskedelmi termékforgalomnak az egyenlege. Hogyha ezt megpróbáljuk lefordítani a gazdaság számaira, ez mennyire dobhatja meg, vagy mennyire lendítheti be újra a gazdaságot? Nem nagyon, mert a külkereskedelmi mérleg az átváltott negatív, azért is volt feltűnő ez a hónap, mert ez hál' Istennek pozitív volt, az előző 3 nem. Itt ugye azt látni kell, hogy a 2017-18-ban hatalmas külkereskedelmi többletet produkált a magyar gazdaság. Hát persze az a magyar gazdaság, akkor tulajdonképpen azt is be kell vallani, hogy az autógyárak, az elektronikai vállalkozások, hát ezek tolják a magyar exportot, és ismert módon ez a chip hiány, amiről már mindenki hallott, meg egyéb ilyen hiányjelenségek miatt néhány ágazatban az export nem megy olyan jól, hát a magyar autógyárak is fél gőzzel mennek, ahogy tudom. De ezek talán fel fognak szívódni, tehát itt valóban nincs akkora gond. Az, hogy,
hogy a deficit az előállt a folyófizetési mérlegben és a külkermérlegben, az önmagában nem jelentős, nem gond. Természetesen, ha megindul egy folyamat, akkor azt figyelni kell, mert ha felgyorsul, akkor gond lehet. De ez nagyon távol áll attól a gondhalmaztól, amelyen átment Európa meg Magyarország is 2008-ban. Itt egy hullámzásokról van szó. Ami a nagyobb ügy, azért a magyar gazdaságban az természetesen az államadósság is, és annak a finanszírozása majd, mert amikor azt mondtam, hogy a fogyasztás fűti a gazdaságot, például említette, hogy az import is milyen szépen nőtt abban a bizonyos novemberi hónapban. Hát igen, nőtt az import, ugye ez jó hír, az emberek autót vesznek, meg a lakást felújítják, lecserélik a mosógépüket, és eznek óriás az import tartalma. Ha van vállalati beruházás, vagy valamilyen nagy rendezvény, annak is nagy az import tartalma, tehát ez összefügg a gazdaság aktivitás azzal, hogy annak az anyagoknak egy nagyon jelentős része, most az energiát nem is említem, ahol nem többet fogyasztunk, csak drágában vesszük olajat, gázt, egyebeket. Tehát ezek összefüggnek azzal, hogy Magyarországon egy nagyon erős kereslet lódult be, ezt a lakossági hitelezés is fűtötte, meg a most van egy minimálbéremelés, amitnek még én nem látom a hatását, az most fog kibontakozni ezekben a hetekben, hogy a cégek hogyan fognak béreket emelni, de muszáj bért emelni, részben jogi okok, mert részben pedig hát elég sok ágazatban munkaerő hiány van. Most ez persze mind tolja föl az árakat is, és így alakult ki az a helyzet, ami az úgy célzott, hogy mekkora a baj, vagy van-e baj. Hát a pénzügyminiszter ő nyilván a jobb híreket mondta el, ez benne van a fizetésében is, és hát van árnyoldala ugyanennek a dolognak, például az államadósság és az infláció, ez két olyan kellemetlen dolog, amely egyszer belendül, utána elég nehéz megfékezni. Igen, pont ez lett volna még az a két dolog, amire mindenképpen szeretnék rákérdezni, mert például az ellenzék ugye most államadósság csökkentést ígér, esetleges kormányra kerülés esetén. A szakemberek közül sokan azt hangoztatják, hogy félő, hogy megszorítások nélkül, hát szóval, hogy nem lehet megszorítások nélkül megúszni most ezt a folyamatot. Ön erről mit gondol, hogy várhatóak megszorítások? Most természetesen a választás utára gondolok. Hát ugye mind a kormány az előjelzése az, hogy csökkenni fog az államadóság aránya, nem a mértéke, mert az nem tud csökkenni, az csak nő, hiszen akkor hatalmas a deficitünk, de az aránya, hát hogyha valóban a gazdaság olyan erőteljesen nő, mint ahogy szeretnénk, hogy nőjön, akkor kinőheti az adósságot egy ország, egy állam, különösen megszorítások, tehát megszorítás, adóemelések, meg költség visszavágások nélkül, hát arra én semmi esélyt nem látok, hogy ugyanazt a költekezési tempót lehessen tartani még egy fél évig, évig, mint ami most belendült, és ugyanazt azt a béremelési és juttatási hullámot, amit lehessen tartani, amit nyilvánvalóan a választás közelette váltott ki. Na most a kiadások egy része olyan, hogy hát én, ez a magánvélemény, ez egyéni vélemény, hogy egy részét én nagyon szívesen elengedném, és az rögtön csökkenti azt a nyomást, ami a költségvetésre nehezedik. Hát a hallgatóink is föl tudnának sorolni azért a környezetükben 10 olyan beruházást, ami nélkül az életüket el tudnák képzelni, és ezek mind nagyon-nagyon drágák. Úgyhogy ha megszorításon azt érti, hogy kiadási terveket visszavágnak, akkor ezt megkezdte a kormány. És hát a pénzügyminiszter 750 milliárdos költségcsökkentési tárgyalásban van a tárcákkal, írta az újság, hogy aztán ez mit fed, azt nem tudjuk, mert ez egy belső alkudozás. Tehát ez egyfajta megszorítás. Csak ugye a magyar nyelven a megszorítás az egy stigma, ha azt mondja valaki, hogy a kiadásokat csökkent, az pedig egy semleges megállapítás, kiadásokat lehet növelni, és kiadások ütemét lehet csökkenteni. Fú, hát nagyon izgalmasan alakul, majd nagyon szépen köszönöm az elemzést Bóth Péter Ákosnak. Köszönöm, szép napot kívánok. Köszönöm szépen, viszontlátás mindenkit. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
480 forintos szintre kúszhatnak fel a benzinkutak eladási árai a kazah válság miatt, írja a holtankoljak.hu. A kormány által bevezetett hatósági ár bő egy hónapig még biztosan érvényben marad. Hogy mi várható utána, és hogy a benzinkutak mennyire tudnak a kabinet által belőtt ár alá menni, arról a holtankoljak.hu ügyvezetőjét, Bújdos Esztert kérdezzük. Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Hát igen, jó kérdések, amelyek ugye itt elhangzottak, hogy nagyjából még egy hónapra lehet kalkulálni, ugye 480 forint esetében. Önök hogyan kalkulálnak, hogyha most tényleg egy hónapig ez marad? Utána hogyan alakulnak majd az árak? Újra fölpattannak, és újra annyira drága lesz a benzin, mint korábban? Hát azt látjuk, hogy jelenleg a brentikus olaj hordonkénti ára újra 80 dollár fölé emelkedett, és ez tényleg a kazak helyzetnek volt most köszönhető. Hogyha egy kicsit visszatekintünk november 15-től mostanáig, akkor abban az időszakban is, tehát november 15-én is a 80 dollár körüli olajárral tudtunk számolni, és látszódott is, hogy ha ez így tartósan így marad, vagy akár emelkedik, akkor ez elég komoly gondot jelent ennek a szektornak, de aztán az Omikron variáns megjelenésével újra komoly kétségek merültek fel az olaj iránti kereslet növekedésével kapcsolatban, és úgymond kaptak egy kis levegőt a töltőállomás tulajdonosok, hiszen csökkent az olajára, de úgy néz ki, hogy itt a variáns okozta félelmek azok már úgymond el is párologtak, és a 2022-es évre azért az elemzők többsége arra számít, hogy folyamatos olajáremelkedés jön. Többször elhangzott már a 100 dolláros hordonkénti olajárszint is, ami ha bekövetkezik, nyilván az egy nagyon komoly problémát jelent majd ennek a szektornak. Ha február 15-ével megszűnnek a hatósági árak, és mondjuk ezen az olajárszinten leszünk, és ezen az árfolyam szinten is a forintot tekintve a dollárral szemben, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy már most is egy 20-25 forinttal magasabb áron kéne értékesíteni a benzint és a gázolajat is a felmerülő is a költségek és a beszerzési árak miatt. Tehát, hogyha ott visszarendeződünk, akkor a gázolaj esetében mindenképpen 500 forint fölötti ára kell számítani, és a benzin is nagyjából ott. Tehát akkor nagyjából visszatérünk a korábbi helyzethez, korábbi időszakhoz. Egyébként ugye azt lehetett hallani korábban, hogy majd átvehetik esetleg azokat a benzinkutakat, amelyek nem tartják be ugye ezeket a szabályokat, ezeket a bizonyos szabályokat, mint a nyitvatartás például. Elég nagy felháborodás is volt ugye ezzel kapcsolatban. Van ilyen típusú tapasztalata, és ez hogy zajlott egyáltalán? Van-e konkrétum erről? Erről nincsen konkrétum, tehát a jelenlegi feltételek mellett azért a töltőállomások összeszorított nadrágszíjjal, de próbálnak túlélni, hiszen ez az egyetlen jelenlegi lehetőségük ebben a helyzetben. Nyilván sokkal okosabbak leszünk február 15-én, hogy maga a hatósági ár az továbbra is életbe lép, vagy sem. Tehát ott akkor megint csak van egy úgymond tervezhetőség, és a bizonytalansági faktor az úgymond megszűnik mind a két esetben, hogy úgy mondjam, mert ennél bizonytalanabb helyzetet, mint a mostani, nem nagyon tudnánk elképzelni, és itt a legnagyobb kérdés az lesz, hogy az olajára és annak a felpattanása az mikor indul el jelentősen, mert én azt gondolom, hogy közeledve egy 90 dolláros hordonkénti olajárszinthez, jelenlegi árfolyam, forint árfolyam mellett szerintem nagyon sok kút kerülne bajba, ami azt jelenti, hogy folyamatosan mondjuk mínuszt termelnének azzal, hogy ők benzint és gázolajat értékesítenek. Ugye azt láttuk a számokról, legalábbis amelyeket én láttam, hogy a kereslet viszont nem nagyon esett vissza, vagy jelentősen nem esett vissza ennek kapcsán. Szóval ebben a vonatkozásban hogy látják, és mik a tervek, vagy a tendenciák erre vonatkozóan? Azt látjuk az üzemanyagok tekintetében, hogy a 480 forintos hatósági ár az nem hozott forgalom növekedést. Tehát az emberek ugyanúgy jöttek, mentek, intézték a karácsonyi bevásárlásokat, függetlenül attól, hogy most 480-ért tankolt, vagy mondjuk 5-10-ért. Tehát kicsit lehet hasonlítani a dohánytermékekhez is az üzemanyagot. Nyilván rengetegen figyelik, és akár hajlandóak még egy kitérőt is tenni egy kicsit olcsó benzinkút kedvéért, de ettől függetlenül a
számok azt mutatják, hogy nem okozott ez forgalom növekedést Magyarországon. Tehát összességében tudjuk, hogy nem is ez volt a cél, hanem az inflációnak a visszaszorítása, csökkentése ezzel az intézkedéssel, de a vásárlói szokásaink nem változtak. Mi a helyzet? Még egy kérdés a benzin turizmussal. Sokan azzal riogattak, hogy ez a helyzet ezt fogja eredményezni, tehát hogy átjárnak különböző országokból, innen-onnan a szomszédból benzint venni. Erről van-e tapasztalat, vagy bármilyen visszajelzés? Igen, igen, tehát akár északi szomszédainktól, vagy déli szomszédainktól is lehetett tapasztalni egyfajta üzemanyag turizmust, tehát nekem is több töltőállomás megerősítette akár Komárom-Esztergom, vagy mondjuk Tompa környékén, hogy jelentősen növekedett emiatt a forgalmuk, aztán ezt is némileg korlátozták az újra és újra bevezetése kerülő belépési korlátozások, szabályok itt a koronajárvány miatt, de egyértelműen a határszélen ez érzékelhető volt, és érzékelhető a mai napig. Búdos Eszternek, a holtankoljak.hu ügyvezetőjének köszönöm szépen, szép napot önnek, viszontlátásra, minden jót. Viszontlátásra. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Napi 8-9 ezer kórházi ápolttal és 200 halottal tetőzhet a koronavírus járvány 5. hulláma, ha nem nő jelentősen az átoltottság. Ezzel számol Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter. Az oltakozás azonban legalábbis az adatok alapján továbbra is stagnál. Hogy ez, illetve az újonnan megjelent vagy megjelenő variánsok milyen hatással lehetnek a hazai helyzetre, arról Jakab Ferenc virológust kérdezzük. Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Na, kezdjük akkor a számokkal, amelyek itt elhangzottak az előbb. Kásler Miklós ugye azt mondta, ezt a bizonyos napi 8-9 ezer kórházi ápolt és 200 halott az 5. hullámban. Mennyire reálisak ezek a számok ön szerint? Azt gondolom, hogy ezt nem lehet előre megmondani. Abszolút reálisnak tűnnek, sőt, még ennél magasabb is lehet sajnos. Azt gondolom, hogy az országban nagyon komoly járvány matematikai és epidemiológiai csoport van, aki ezeket megjósolja. Az ő számaikra abszolút lehet hagyatkozni, de majd az élet valóban megmondja, hogy mit hoz ez a vírus és mit hoz a járvány. Ugye sok virológus meg önök is úgy azt mondták nekünk, vagy azt lehetett igazából hallani, hogy az omikron terjedésével, illetve az átoltottsággal, hogyha valaki mégis elkapja, akkor nem lesznek annyira súlyosak, vagy nem lesz annyira súlyos a megbetegedés. Ehhez képest ezek a számok hát elég súlyosnak tűnnek nagyon. Szóval mi az oka annak, hogy akkor mégis ilyen komoly megbetegedésekkel és ilyen komoly halálozással lehet kalkulálni? Rettenten egyszerűen magyarázat, a két típusú járvány van a világon. Az egyik típusú járványban egy súlyos megbetegedés kevés fertőzöttel, viszont sok, tehát ebből kifolyólag kell komoly kórházi ápolással. A másik típusú járványban sok-sok fertőzött, nagy populációt érintő fertőzött, és ugye ezt egy kis szeletét az, akinek csak súlyos kimenetelő lesz, de a nagy számok törvény értelmében az a kis szelet is jelentősen terhelti az egészségügyi rendszert. A kettő járvány típus közé egyenlőség lehet tenni. Most az omikron esetében azt várjuk, hogy sok-sok fertőzött, és az terjedés sebesség az kb. 10-szerese, 15-szerese a normál koronavírus esetében. Ennek mentén biztos, hogy lesz egy olyan kis szelet a populációnak, aki súlyosabb fertőzést fog megélni, még annak ellenére is, hogy maga az omikron egy kevésbé súlyos klinikai tüneteket okozna. Most ez a populáció, ez kórházba kerülhet, és akár bele is halad a fertőzésbe. Tehát a nagyszámok törvény értelemben több fertőzöttből több súlyos, több kórházi ápolás és sajnos több halál. Mi a helyzet a negyedik oltással? Itt már sokan arról beszélnek, egyébként Kásler Miklós is azt mondta, hogy szinte biztos, hogy szükség lesz rá. Nem most, hanem nyilván néhány hónapról beszélt. Ön mit gondol, elő szükség lesz rá? Ezt sem lehet előre megmondani. Ugye azt tudjuk, hogy az első és a második oltás az az alapoltás, a harmadik oltás az a megerősítő, tehát emlékeztető oltás. Én azt gondolom, hogy ennek az emlékeztető oltásnak a tapasztalatait meg kell várni. Ez mind járványügyi, mind epidemiológiai, mind klinikai tapasztalatait, és utána lehet dönteni a negyedik oltásról. Személy szerint engem kérdez, akkor egyetértek Kásler miniszterrel, szerintem is szükség lesz rá, de hogy mikor és hogyan, ezt még egyelőre nem lehet megmondani, és nem is szabad.
ki kell értékelni az adatokat, és utána lehet döntést hozni. Arról is keringenek a hírek, hogy az oltásoknak az összetételét is át kell alakítani, mert azt sem lehet egyelőre tudni, hogy mennyire lehetnek hatékonyak mondjuk az új variánsok ellen. Itt mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Milyen friss információk vannak? Mennyire kell erre odafigyelni? Ezt az oltások bevezetésekor is mondtuk már, hogy gyakorlatilag az RNS technológiával gyártott oltások, ami ugye a jelenleg a leghatékonyabbak és a legjobb hatásfokkal tudunk védekezni velük a koronavírussal szembe. Ezek az oltások nagyon gyorsan átalakíthatók, tehát gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy néhány hét alatt át lehet állni egy másik típusú oltásra, hiszen semmi másra nincsen szükség, csak a vírus genetikai információjára, és abból nyert adatokból állítják el az oltást. Tehát itt ez egy modern technológián alapuló oltás, ami pillanatok alatt módosítható. Hogyan tudunk készülni egyébként az új hullámra, vagy az ötödik hullámra, hogyha most csak egy picit így a mindennapokról beszélünk, mármint azon túl, hogy a szokásos módon persze maszkot hordunk, távolságot tartunk, odafigyelünk. Csak azért is kérdezem, mert az emberek minthogyha egy picit már kezdenének nyilván belefáradni ebbe az egész helyzetbe. Szóval most viszont nézve a számokat, az előrejelzéseket, mire kellene, vagy mire érdemes odafigyelnünk? Abszolút érthető, hogy az emberek belefáradnak, mindenki belefárad ebbe a járványba, azt hiszem, még mi virológusok is kezdünk belefáradni ebbe a járványba, de hát ez természetes folyamat, de ki kell tartani. Tehát ugyanez a maszk használat, távolságtartás, kézhigiénia betartása, próbáljuk kerülni a nagy tömegeket, próbáljuk kerülni a zsúfolt helyeket, gyakran szellőztessünk. Ezek az alap, nagyon alap dolgok, nem lehet máshogy készülni rá. Ez csak egy ugyanolyan koronavírus variáns, mint a többi, ugyanúgy kellene védekezni. A legnagyobb problémát igen, én is abban láttam, hogy belefáradtak az emberek ebbe egy kicsit, de még egyszer mondom, ez teljesen érthető. Ettől még azonban a vírus nem fog eltűnni és önmagától elmenni, ki kell tartanunk sajnos. Igen, ugye ön azt nyilatkozta, hogy ne gondoljuk azt, hogy az Omikronnal vége lehet a járványnak, viszont talán arra lehet kalkulálni, hogy előbb-utóbb enyhülés egy picit átalakul. Tudom, hogy azt fogja mondani, hogy nem lehet pontosan tudni, hogy ez mikorra várható, és nagyon nehéz az előrejelzéseket megadni, na de mégis ezek szerint tehát arra közeljövőben nem számíthatunk, hogy a járványnak vége legyen. Én azt gondolom, hogy önmagában a világjárványnak is ezek a kisebb és egyre kisebb intenzitással lecsengő járványhullámoknak egyelőre még nincs vége. Tehát ezek sajnos még jönnek, és az ilyen őszi-téli felső légúti infekciók szezonjában bizony vissza-vissza fog térni. Az, hogy aztán ez mikor gyengül idézőjebben le, és vagy egyáltalán legyengül-e, ugye ezt tényleg valóban nem lehet tudni, ezt a jövő fogja megmondani, de azt hiszem, én azt vallom, hogy azért az átoltottsággal, illetve az átfertőzöttséggel egyenes arányban azért csökkenni fog ennek a vírusnak a szerepe. Jakab Ferenc virológus professzornak köszönöm szépen. Szép napot ennek, viszontlátásra. Köszönöm szépen, viszontlátásra. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes. Négylábú kollégákat toboroz a rendőrség az ebek később nyomozó, bombakereső vagy őrzővédő kutya munkakörökben dolgozhatnak. Hogy mikor indul a kiképzés és mennyi időt vesz igénybe, arról Zsolti Tamást, a rendőrség kutya vezető képző és állatfelügyeleti főosztály munkatársát kérdezzük. Jó reggelt kívánok, így van, nagyon remélem, hogy sikerül mindjárt elérni, de egyelőre még nem vette fel a telefont, mert hogy arról beszélgetnénk, igen, hogy négylábú kollégákat toboroz a rendőrség, egyébként a kutyákról ilyen szempontból nagyon jókat lehet hallani, de kíváncsi vagyok majd a szakértő ezzel kapcsolatban mit mond, mert hogy a kutyusokat egy hosszabb kiképzés, akár több éves kiképzés után nagyon komoly munkákra tudják alkalmazni, akár nyomozó vagy őrzővédő feladatokat, munkaköröket is el tudnák lutni, úgyhogy igencsak szükség van rájuk, úgyhogy remélem, hogy Zsoldi Tamás, rendőrség kutya vezető, képző és állatfelügyeleti főosztály munkatársa egyetért velem ebben. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket, üdvözlöm a hallgatókat. Ugye azt mondtam éppen, hogy a kutyusokra aztán tényleg nagyon lehet számítani, és egy nagyon-nagyon komoly kiképzést kapnak, és utána rendkívül fontos feladatokat tudnak ellátni, mint például akár bombát keresnek, vagy nyomozási feladatokban, nyomozásokban is részt tudnak venni. Igen, tehát nagyon-nagyon sokrétű az a potenciál, ami a szolgálati kutyákban van. A lehető legtöbb területen próbáljuk a rendőrség munkáját szolgálati kutyákkal megtámogatni. Ugye teljesen helytálló a meglátás, akár a nyomozati munkában, akár a közrendvédelmi munkában, tehát a bűnügy és közrendvédelmi szolgálati ág tekintetében is nagyszámban vannak jelen a szolgálati kutyák, és segítik a rendőrség munkáját. Ugye nagyon sokakat érdekel, hogy hogyan zajlik maga a kiképzés, és csak filmeken szoktunk látni egy-két jelenetet, ugye, hogy hogyan zajlik, vagy hogyan történhet maga a kiképzés, és ott legalábbis azokból persze nyilván, ahogy mi így külső szemmel elképzeljük, azért ez egy nem könnyű feladat, mármint maga a kiképzést, és hát nyilván rengeteg türelmet is igényel. Szóval hogy zajlik ez konkrétan, mennyi ideig tart? A szakterületenként eltérő a képzésünk intenzitása is, illetve a képzésünk hossza is. Alapjaiban nagyon összetett bármelyik szakterületről beszélünk, bármilyen kutyaképzésről beszélünk, tehát hogy a kártyószerkelső kutyaképzéséről beszélünk, vagy a járókutyák képzéséről, mind összetett. Nyilván egy kicsit mások a szakmai fogások, amelyeket a képzés során alkalmazunk. Nálunk az általánosság az, hogy egy intenzív iskolarendszerű képzésben történik a szolgálati kutyák, és mellettük a kutyavezető kiképzése. Tehát 3,5 hónaptól 6 hónapi intervallumon belül van az, amit itt az iskolánkban töltenek a kutyák a kutyavezetőkkel, melyek során az adott szakterületnek megfelelő képességek, készségek kialakítását hajtjuk végre az adott szakterületre vonatkozó metodikák mentén. Tehát alapjaiban nagyon összetett a képzésünk, és nagyon változatos is, pont azért, mert 16 szakterületre végzünk szolgálati kutyai képzést, és teljesen más metodika mentén képzünk ki egy eltűnt személyek felkutatására kiképzett szolgálati kutyát, mint mondjuk egy robbananyagkereső kutyát. Melyik a legnehezebb feladat, amit mondjuk egy kutyusnak meg kell tanulni? Mert ahogy ön itt említette, tényleg nagyon-nagyon sok mindennek meg kell felelniük. Melyik az, amit mondjuk talán a legnehezebben megy nekik? Azt gondolom, hogy ha globálisan nézem az összes szakterületet összevetítve, a legfontosabb és a legkomolyabban kialakítandó képesség az a feltétel nélküli engedelmesség. Tehát ez kardinálisan minden szakterületen megjelenik, hogy a szolgálati kutya az élet minden körülményei között a kutya vezető akaratának megfelelően tevékenykedjen. Tehát, hogy ez mi kézben tartatóságnak nevezik szakzsargonban. Ez a legnehezebb, és ezt minden egyes szakterületen kivétel nélkül ki kell alakítani a kutyában a kutyavezetőnek. Tehát nyilván itt a saját kutyavezető állítja be a szolgálati kutyájával azokat a határokat, amelyeken belül ők a következő életciklusokat le fogják élni. Ez talán a legnehezebb. Nyilván szakterületenként ki lehet emelni, hogy adott részfeladatok kialakítása könnyebb vagy nehezebb, de ez minden szakterületen igaz, és minden szakterületen talán ez a legnehezebb, hogy a feltétel nélküli engedelmesség kialakítása az egy hosszú folyamat, és egy elég nehéz. És azt hogy kell elképzelnünk, hogy melyik az a pont, amikor, vagy egy vizsga, vagy nem is tudom, mit kell teljesíteni, amikor a kutyust már éles helyzetbe is be lehet venni. Tehát hogy lehet ezt eldönteni, hogy ő már alkalmas mondjuk arra, hogy tényleg éles helyzetbe bevessék őket? Minden szakterületre vonatkozóan van egy összetett és elég komoly vizsgarendünk, amelyet teljesítene kell annak a kutyának, amelyik kvázi éles helyzetben, tehát szolgáltatás igénybe kívánjuk venni. És utána minden egyes évben ugyanezt a vizsgát minden szolgálati kutyának le kell tennie, tehát kvázi egy műszaki vizsgát kell tennie minden évben a szolgálati kutyának, hogy ezekre a feladat, vagy a kiképzés során elsajátított képességeit de rendelkezik-e még, tehát hogy nem megtörtént esetleg az elmúlt egy évben valamilyen dolog, amely miatt ő nem alkalmas szolgálati feladat ellátására. Ez a vizsga, ez egy minden szakterületen két közös pont van egy engedelmességi vizsga, ahol ez a tipikusan ül, áll, fekszik, azt csinálja, amit a vezető mond, tehát van egy ilyen
engedelmességi része, van egy ügyességi rész, hogy hogyan tűzi le a kutya az életben elé gördülő akadályokat, és benne van egy szakmai rész, ami minden szakterületen más és más, tehát mondjuk a kábítószert kereső kutyáknál, hogy elrejtett kábítószert helységben képes-e megtalálni, robbananyagkereső kutya képes-e egy gépjárműben elrejtett robbananyagot megtalálni. Ez minden szakterületen más és más, ami mindenki számára azonos, az az engedelmességi, illetve az ügyességi vizsga. Aha, még egy kérdés, úgy ugye sokszor, vagy lehetett hallani, hogy van néhány olyan kutya, aki tényleg ilyen csoda kutyának tekintik, mert tényleg annyira ügyes, és annyira az a terület, ami az övé, azt nagyon-nagyon ügyesen, és nagyon sok mindenben segít önöknek a különböző területeken, legyen ez tényleg akár egy mondjuk egy eltűnt személynek a megkeresése, vagy kábítósza, vagy bármilyen más ügy. Vannak ilyen típusú kutyusok, akik tényleg mondjuk ennyire kiemelkednek, és hallhatunk róluk esetleg egy-két történetet, vagy ilyesmit esetleg? Alapjában minden szakterületen vannak kiemelkedő képességű kutyák. De nyilván ebben van egy szakmai rész, hogy minden kutyának, a személyiségének, az idegrendszerének megfelelő szakterületet találjuk meg, tehát ugyanúgy, mint az embereknél. Tehát van, aki kiváló autószerelő, mert neki nagyon jó az az érzéke, ami ahhoz kell, hogy valakiből autószerelő legyen, vagy valakiből író legyen, mert a másik embernek azok a képességei vannak meg. Kutyáknál is ugyanúgy megvannak ezek a vele született, illetve kialakított készségek, képességek, amelyek képessé teszik a kutyát arra, hogy a kutya vezetőjével mondjuk egy szakterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak, és mondjuk az átlagtól eltérően, pozitív irányba eltérve, már-már emberi léptékkel nem annyira felfogható teljesítményt tudnak leadni. De vannak ilyen kutyáink, akár csak egyet kiemelve, Szabolcsnál Beregnei rendőr főkapitányság állományában van egy kiváló holttest és holttest részkereső kutya, egy magyar vizsla, aki meghökkentően passzol neki az a szakterület, amiben dolgozik, nagyon-nagyon nagy eredményeket tud elérni ezen a szakterületen. Neki valószínűleg vele született képessége az, hogy ezen a szakterületen a munkát nagyon jól bírja, és nagyon is szereti. Tehát nem bírja, inkább szereti, imádja, mert ez tekszik neki a legjobban. Zsoldi Tamás főtörzs zászlósnak köszönöm szépen az érdekes információkat, és sok sikert kívánok a kutyusokhoz. Minden jót, viszontlátásra! Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Lecsengőben a negyedik hullám, de ezzel párhuzamosan az ötödik hullám már betette a lábát Magyarországra. Hogy ebből mi érzékelhető a frontvonalban, arról Varga Zoltán Pétert kérdezzük. Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye Dunakeszin jobbikos képviselő, és ugye ő már elég régóta részt vesz, vagy dolgozik COVID osztályon. Milyen friss híreket, információkat tud nekünk mesélni? Aztán majd utána beszéljünk arról is, hogy mit tapasztal konkrétan, milyen a helyzet most. Így van, több mint egy éve dolgozom ugye az egyik fővárosi kórház COVID intenzív osztályán, és hát megmondom őszintén, hogy most legutoljára a múlt hét vége felé voltam csütörtökön. Tehát a hétköznapok második felében utoljára bent, és most egy picit én személyesen enyhülést tapasztalok, hát legalábbis ez csütörtökön igaz volt, hogy most azóta mi az igazság, azt most azóta nincs újabb információ, de egy pici enyhülés valóban, mintha egy picit visszaszorulóban lenne, a negyedik hullám az látható, most nagyjából a ágyaink felén van covidos beteg, tehát ilyen értelemben most abszolút nincsen telt ház. Szemben mondjuk a december elejé időszakkal. Igen, emlékszem, hogy talán november környékén olvastam a posztját ezzel kapcsolatban, akkor eléggé súlyos helyzetről számolt be, akkor a újjáélesztésekkel kapcsolatban 20-as, 30-as oltatlan covidos betegekről írt, meg arról, hogy ugye eléggé súlyos a helyzet, borzalmas éjszakákról írt. Ezek szerint most ehhez képest picit enyhült a helyzet, vagy fogalmazod? Így van, novemberben is egyébként több megkeresésre azt mondtam, hogy bár valóban nagyon súlyos volt a helyzet, és egy ilyen kétségbe esett éjszaka után született az ominózus posztom, de még ezzel együtt sem volt annyira durva a helyzet, mint mondjuk előtte februárban vagy márciusban.
de azért erőteljes volt novemberben. Most ehhez képest valóban egy picit enyhébb, egy picit könnyebb. Most nem azt mondom, hogy minden problémát megoldódott természetesen, de mondjuk egy picit lélegzethez jutottunk, fogalmazunk így. Hogyan bírják az egészségügyi dolgozók ezt a helyzetet? Ezek szerint rajtuk is enyhült talán egy picit a nyomás, vagy ezt ilyen értelemben nem lehet mondani, mit tapasztal? Hát azért az, hogy covidos betegekből egy picit talán kevesebb van, az értelemszerűen nem jelenti azt, hogy egyéb betegekből nincs. Tehát nyilván ugye azokon az úgymond üres ágyakon, amiken most nem covidos betegeket látunk el, azok csak covidos szempontból üresek, de azokon ugyanúgy betegek fekszenek, csak ugye más jellegű problémákkal intenzív terápiát igénylő páciensek. Tehát ilyen értelemben nyilván a nyomás enyhülését csak covid szempontból tudom megerősíteni. Nyilván ugye ugyanúgy betegek fekszenek ezeken az ágyakon. Természetesen az azért egy picit könnyebb, hogyha egy kórterem úgymond tiszta, tehát nem covidos betegek fekszenek benne, akkor oda ugye nem kell olyan mértékben beöltözni, nem kellenek ezek az overallok, meg a dupla maszk, meg a dupla kesztyű. Ilyen értelemben egy picit könnyebb, de hát őket is természetesen gondosan el kell látni. Nyilván pszichésen azért nehéz ez az elmúlt másfél év, nehezen viselhető, szabadságokat nem lehet kivenni, fárasztó az egész szituáció. Ebben a kontextusban talán enyhült egy kicsit, de hát összességében azért az intenzív terápiában nem nagy nyomásról nem lehet beszélni. Ugye itt az előbb beszéltünk Jakab Ferenc virológus professzorral is, és ő is megerősítette meg, hát nyilván sokan beszélnek már arról, hogy az Omikron variáns kapják el ugye egyre többen. Az ottan nem tudom, hogy van erre vonatkozó tapasztalata, hogy mondjuk azok, akik ezt a variáns kapták el, az ő tüneteik, vagy a betegség lefolyása mennyiben lehet más, mint mondjuk a korábbi esetekben? Bocsánat, erre vonatkozóan nem fogok tudni semmi érdemit mondani, és nyilván valótlanságot nem fogok állítani, ugyanis hát nálunk nincsen, vagy legalábbis én nem tudom, hogy lenne erre vonatkozó elkülönítés, hogy a pácienseink melyik variánsát kapják el a koronavírus fertőzésnek. Ugye nálunk az elsődleges szempont, hogy valaki koronavírus fertőzött-e vagy nem, és ehhez ugye levesszük a PCR-tesztet, de arra én nem tudok információt, hogy ezt kimutatnám. Mert hogy a nálunk alkalmazott módon ez bármilyen szinten nyilvántartásban lenne véve, hogy az illető melyik variánssal fertőződik. Tehát én csak azt látom, hogy van 6-8-10 Covid-dal fertőzött beteg, de hogy ők melyik variánsban szenvednek, azt én nem tudom megmondani. Ergo most a kérdésére sem tudok pontos választ. Nem baj, köszönöm szépen a beszámolót. Varga Zoltán Péter, Dunakeszi Jobbikos önkormányzati képviselőjét hallották. Köszönöm még egyszer. Szép napot önnek, viszontlátásra, minden jót. Viszontlátásra. 8 óra, 40 perc van, már csak néhány perc maradt hátra itt a műsorból, és közben a stúdióban megérkezett a mai szerkesztő Varga Krisztián is, úgyhogy megnézzük, hogy milyen friss hírek, információk vannak az online térben, miket találtál. Szia, Ági, köszöntöm a hallgatókat. Több portál is beszámolt arról, és szerintem ez nagyon érdekes, hogy van Amerikában egy férfi, és ő az első, aki egy genetikailag módosított sejtés szívet kapott meg, hiszen neki új szívre volt szüksége, és igazából annyira rossz állapotban volt, hogy talán már nem tudta volna megvárni azt, hogy esetleg emberi szívet kapjon. És ez egyébként nagyon érdekes a jövőre nézve. Most a legutóbbi hírek szerint ugye ez 2-3 napja volt talán ez a műtét. Jól van, de azért megfigyelés alatt áll, hiszen ez egy új terület az orvosoknak, úgyhogy mindenféleképpen meg kell figyelniük. Mm-hmm. Korábban egyébként én azt olvastam, hogy a sejtések szívbillentyűjének beültetése az emberekbe az már egy ilyen, ha nem is azt mondom, hogy mindennapos, de azért az már egy előre haladottabb állapotban van. Ez a genetikailag módosított sertésszív, ez nem. De reméljük, hogy minden problémamentes lesz egyébként az úriembernek, és akkor a gyógyulás útjára tud lépni. Én közben találtam itt a Népszaván egy friss hírt, lehet, hogy te is ezt akartad mondani, ez egy friss információ, hogy egy újabb hangfelvétel került elő Sztojka Attilától, ugye kormánybiztosról beszélünk, itt a Népszavához eljutott egy másik hangfelvétel, és ezen is arról beszél, mint a korábbiakban, hogy mivel, ahogy idézem őt, mivel a BM-ben vagyok, mindenkiről tudunk mindent, a legapróbb részletek. Ugye volt már egy korábbi hangfelvétel vele kapcsolatban, most még egy megjelent, ennek a részleteiről számol be egyébként a Népszava. Pontosan egyébként ez érdekes, hiszen biztosan
belügyminisztériumon többet tudhatnak másokkal, mint egyébként a belügyminisztériumon kívül. Azt, hogy ez ebben az esetben mit jelent, nyilván azt, ami le van írva, abba én azért így különösebben nem tudnék belemenni, azért erről nagy ismereteim nincsenek. Annyit értsa, bocsánat, csak a cikk itt, hogy egy hasonló körben rendezett találkozón készült a felvétel, Sztojka Attila, ugye a Lungodrom frakciószövetség örös tagjainak a részvételével beszélget. Igen, alapvetően... Igen, ezt olvastam én is. Szoktak kijönni ilyen hírek, tehát alapvetően lehet, hogy ez nem tűnik normálisnak, de hát ilyenek itt előfordulnak. És vannak. Hát és akkor finoman fogalmaztál. Találtál esetleg még más, mert itt közben abszolút. Még... Oké, okay, jöhet abszolút, akkor abszolút. Olvastam egyébként arról, és azt hiszem a Világgazdaság írta meg, hogy milyen olyan területek vannak, ahol egyébként nőtt a dolgozók száma, vagy ahol csökkent. 10 vagy 21 szeptember és november közötti időszakot nézték. Igazából itt csak annyi a lényeg, hogy a kereskedelem volt az, ahol ebben az időszakban 24 ezer fővel csökkent a dolgozók száma, mármint a szektorban. És a másik az egészségügy volt, ami még 17 ezer fős csökkenés mutatott. Uh-huh. Egyetlen egy terület volt, ami viszonylag nagyobb, nem csökkenés, hanem már növekedés mutatott, ez pedig a raktározás-szállítás területe. Uh-huh. Itt 28 ezer fővel dolgoztak többen. Ha már pénzről, meg munkáról beszéltünk, akkor egy másik friss hír a Népszavától, hogy ugye leállították a Ferihegyi fejlesztéseknek a hitelezését. Ugye ez is régóta zajló történet, és ugye itt azt lehet olvasni, hogy környezetvédelmi aggályok miatt az Európai Beruházási Bank felfüggesztette a Budapest Airportnak korábban megítélt kölcsönkifizetését. Ugye itt a Budapest Airport körüli húzavona miatt, hogy így fogalmazzak, ez most egy fontos hír és egy nagyon fontos információ. Ugye 200 millió eurós hitelről van szó, itt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér üzemeltetőjének, és miután itt azt írja a cikk, hogy a pénzintézet panaszmechanizmusa által végzett vizsgálat számos szabálytalanságot állapított meg. A részletek itt vannak a cikkben, szerintem elgondolkoztató, hogy ezek után ez hogyan fog menni. Ugye, akit érdekelnek a részletek, az itt megtalálja. Abszolút. Olvastam egyébként még mást is, hogyha úgy van, akkor... Nagyon rövid leszek. Ingatlan.com újabb elemzése jött ki. Ugye ők mindig nagyon érdekes elemzéseket készítenek az ingatlan piacokról, és nagyjából azt hozták ki, nagyon rövid leszek, mert talán már kifutunk az időből, hogy újra a reneszánsza lehet a panellakásoknak, bár eddig is azok úgy tűnik, hogy azok folytak a legjobban, hiszen azért csak talán jobban megfizethető volt, mint mondjuk a téglaépítésű lakások, és igazából a cikk vagy a jelentés arról szól, hogy megnőtt az érdeklődés ezek iránt, valamint ugye a keresésekben, ami a weboldalakon látható. Na igen, és akkor Krisztián ugye arra célzott, hogy már tényleg kiszaladunk az időből, mert ahogy itt nézem, az órát 8 óra 54 perc van, úgyhogy még egy olyan 3-4 perc van hátra a műsorból, viszont Korvosomi már közben is jött a stúdióba, mert hogy 9-től bisztró. Szia, Robi, jó reggelt! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is. Pedig esküszöm, hogy nem toporzékoltam, és néztem csúnyán Krisztián, hogy most már én akarok beszélni. Színes lesz a bisztró. Lesz benne állatvédelem, lesz benne bisztróarcok, Turay Barnabás lesz, mindjárt beszélünk róla, és lesz egy nagyon hasznos témánk, de valljatok először szint. Kaptatok-e karácsonyra olyan ajándékot, amit szívetek szerint visszavinnétek, vagy kicserélnétek, Én most nem, én mindent elfogadtam. Szerintem semmit nem adnék vissza, úgyhogy... Hú, akkor ez egy szerencsés állapot. Szerencsés karácsony volt, igen. De azért előfordult szerintem. Néha volt előfordult már olyan, az életben valóban. Igen, egy nagyon nehéz kérdés, mert azt az ember ugye látja, hogy nyilván szeretetből kapja azt az ajándékot, tehát ez az egyik része, a másik pedig, hogy oké, de mit kezdjek vele. Tehát van ez az elv, és a kettő között nem szoktunk hezitálni. Nekem volt már ilyen, én bevallom őszintén. Mit kaptál, és mi volt az? Hát igazából ilyen háztartásban használatos dolog volt, kis turmixgép, nagy turmixgép, és ugye az a legcikibb sokszor, amikor már mondjuk van egy ilyened, és akkor kapsz még egyet, vagy egy harmadikat, akkor az úgy húzós, miközben tudod, hogy persze tényleg szeretetből adják ezt az ajándékot. Én egy picit most amúgy előre szaladtam, mert én megmondtam mindenkinek, hogy mit szeretnék kapni. Megadottuk a dolgot. Krajnyák Tamás lesz itt velünk, aha, és vele beszél, ugye a laptop.hu ügyvezetője, és vele beszélgetünk arról, hogy milyen lehetőségei vannak azoknak, akik olyan ajándékot kaptak karácsonyra, amit szeretnének visszavinni, vagy szeretnének kicserélni, mert jól mondod, szeretetből adják, de az még nagyobb szeretet és elégedés.
elengedettség, ha valóban olyan tárgy van a kezedben, vagy olyan ajándék, amit szeretnél. Neked volt már ilyen, Robi, egyébként? Akkor vagy te is szív. Persze, volt ilyen, sőt, meg is kaptam, hogy oké, nagyon jó, akkor ezt kicserélném, vagy mást hoznék helyett, és mondtam, hogy hát persze, legyen hát, olyan, nem amit szeretnél. Nem csináltam belőle ego kérdést, hogy akkor most bezzeg az én ajándékom. Aha. Van azzal mi lesz. Akkor nagyjából erre számíthatnak a hallgatók ezekkel a témákkal. Tehát, készültök. Még annyit árulja, hogy a portréban ki lesz. Turai Varnabás ja, lesz. Persze. Egy régebbi kollégánk, aki ugye most a Síkideg Insta oldalt csinálja, a Síkideg podcastet csinálják a Lincei Márkkal. Nagyon sikeres egyébként. Csinálják a Mi van a veled? Igen, csak megosztó YouTube-os tartalmat. Arra mindenképpen rá kell kérdeznem, mert nem értem a koncepciót. Tehát ugye nagyon röviden az, még van egy fél percünk, hogy meghívnak ismert embereket, és nagyon kellemetlen interjú szituációkba hozzák őket direkt. De ha valaki már egyrészt látott belőle, és ha utána hívnak meg egy vendéget, az a vendég már tudja, hogy mire számítson, akkor a műsornak a jellege veszik el. Nem tudom, mi a koncepciójuk, ezt mindenképpen megkérdezem a Barnától. Mindenképpen ez egy jó kérdés szerintem, és sokakat érdekel tényleg, úgyhogy hallgassák a Bisztrót, tehát 9 órától a műsorvezető Kormos Robi lesz, és az Aktuál viszont véget ér, a műsor elkészítésében Kammer Jonatán segített, illetve Tolnai Boglárka, Varga Krisztián szerkesztő nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, Lampi Ágnes hallották.